telefonba. Sziasztok, Erő Júlia vagyok, és az EU-Egyenél vagyok frontend-fejlesztő, és egy szuper jó kis beléptetési eljárást szeretnék nektek bemutatni, ami elintézi a szokásos belépési folyamatokat, mint amire általában szükségünk van egy webes applikáció beléptetéséhez, és mindez viszont azért jobb így a sok-sok ismert módszernél, mert hogy mindössze egy sor kell beillesztünk a HTML-be, és tartozik mellé egy config file, amit egy parancsorral lehet futtatni, és elvileg azután készen el minden. A felhasználó kezeléséhez az Amazon szolgáltatását kell igénybe venni, ez a Cognito, és persze szeretnénk, hogy be tudjunk lépni e-mail címmel, jelszóval, illetve a Google vagy Facebook accountunkkal, ehhez szükségünk van az ő autentikációjukra, és mindezt egy különálló webkomponens segítségével szeretnénk elintézni. Tehát az Amazon szolgáltatásai közül a Cognito userpoolra van szükségünk, ami regisztrálni tudja és beléptetni a usereket, illetve az Identity poolra, ami pedig a különbözőféle autentikációból származó usereket tudja egy kalap alá venni és kezelni. Illetve, hogyha még egyéb extrakat szeretnénk az Amazon szolgáltatásokból, akkor azokat is hozzá kell adni, és mindezt sok-sok dokumentáció végigolvasása után be kell állítani. De szerencsére ehhez is ad az Amazon segítséget, a CloudFormation, ami segít nekünk az összes beállítási szempontot összeírni akár egy JSON file-ba, amit pedig az AWS-nek a command line-jával egy parancsban le lehet futtatni, és felkerül az Amazon konzolba. Miután sikerült mindent beállítani, kezdődhet az, hogy beléptessük a userünket, viszont külön azzal a kihívással kellett szembesülni, hogy fennállhatnak különböző esetek, hogy a felhasználónk már be van lépve a Facebookjába vagy a Gmailjébe, ezt ki kell deríteni, illetve ahhoz, hogy felhasználjuk ezeknek az autentikációs Facebooknak, Googlenek, az AWS-nek az SDK-ét, ezeknek be kell töltődniük, és aszinkron történik mindez. Hogyan lehet ezt megoldani? Így jött képbe a Bacon.js, ami segít abban, hogy amint bekerül a mi beléptető komponensünk a web applikációba, a DOM-ba, az rögtön el tudja dönteni, hogy most akkor belépett a userünk vagy sem, illetve, és akkor ezek alapján akkor elküldi a profil oldaljára, vagy pedig a login oldalra, és megkérjük, hogy lépjen be. A Google Web Komponensnek hála létre lehet hozni ilyen custom elemeket, amit bárhogy el tudunk nevezni, egyetlen szintaxis kikötésű legyen benne kötője. Na és miért ez így néz ki? Meg kell adni hozzá a szükséges autentikációs ID-kat, illetve egy success URL-t, ahova tovább lehet lépni. És ebben az a szép, hogy ez nem jelenik meg az oldalon, viszont ugyanúgy tudunk vele dolgozni, mint egy bármilyen domelemmel. Ki tudjuk választani és meghívni a megfelelő login metódusokat. És akkor itt egy vázlat, hogy hogy néz ki, mivel most nem mutatok. A különféle login gombokra klikkelve át lehet adni a felhasználó adatait a komponensünknek, ami pedig egy user change eventen keresztül átpasszolja az egész Amazon-s beléptetésből származó objektumot, ami a beléptésre vonatkozik, és annak ki lehet olvasni az adatokat erre vonatkozóan, későbbiekben akár felhasználva más fejlesztésekhez. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, egy GitHub repo tervben van továbbfejlesztésekkel és egy részletes dokumentáció kidolgozásával. Kérdések? Miért custom elementet használhatok? Gondolkoztok másból is? Volt valami, miért tetszett? Igazából ez így viszonylag adta magát, meg ezt ismertük, amivel lehetett dolgozni. Így
különösebb. A customer element helyére rajzolódik ki valami, vagy az igazából nem, az láthatatlan, az csak arra van, hogy azáltal kereszt, tehát így azt tartalmazza ezeket az attribútumokat, illetve azáltal lehet meghívni a különféle. És akkor lehetne pure JavaScript is az egész igazából? Igen. Vagy csak rá. Vagy ne is fordíthatod bármire. No, no, az Android SDK-t azt használtátok? Nem, csak a JavaScript-eset. Az a kapcsolatban az van kérdés. Tehát ez kizárva lett webes. Igen? Ilyen standard webes keretrendszerekben, hogy WordPress, Symfony, Laravel, akármi ilyenekbe tervezitek valaki fejleszteni? Hát én ilyen nem gondolkoztam el, hogy... Válaszok kérdés. Jó. Szóval az a helyzet, hogy ez egy webkomponens, hogy betöltöd magát a komponens, beírod, és utána csak annyit kell csinálni, hogy a gombjaiddal azokat a függvényeket meghívogatod. Szóval, hogyha Google gombot szeretnél, akkor az a gomb, meg az onclickjén meghívod azt a függvényt a Google login. Success újra meg elvisz a WordPress profil oldaladra, vagy nem tudom, tehát hogy arra az oldalra, amit szeretnél. Aha. Majd később, hogyha érdekel.